Kedves nézőink, a Magyar Paprika Napja szakmai rendezvényét immár a negyedik alkalommal rendezi meg a Fruitweb, Magyar Zöldséggyümölcs Szakmai Szervezet és Terméktanács és a Zöldségtermelők Országos Szövetsége Kiskunfélegyházán. Tisztelettel köszöntöm Lezsák Sándor országgyűlési képviselőt, a Magyarországgyűlés alelnökét. Megkérdezném, hogy miért tartotta fontosnak, hogy egy ilyen nagyszabású kertészeti rendezvényen részt vegyen? Hát egyrészt a választókerületem része Kiskunfélegyháza, másrészt a legnagyobb tanyás választókerület, ahol jelen van a fűszerpaprika, jelen van a zöld paprika is, ültetvények, különféle formái. Harmadrészt pedig a Hungarikum Bizottság tagjaként foglalkoztat a sorsa az ágazatnak, a paprika termesztésnek. Nem ok nélkül paprikás a hangulat a paprika termesztők körében, hiszen az elmúlt esztendőkben nem kapta meg azt a támogatást, azt a lehetőséget, amit meg kellett volna kapja, hogy megőrizze azt a hírnevet, amely a világban megvolt korábban. Bizony ez jellemző a lótenyésztésre is, vagy a lovas világra is. Sok-sok olyan terület van, amelyek magyar csúcs teljesítmények a világban, de még nem jutott elegendő idő, figyelem, energia, pénz, és úgy érzem, hogy itt az ideje. Itt lett volna már 10 esztendővel ezelőtt is, de most látom a kormányzat erőfeszítéseiből is, hogy egy olyan paprika program, egy olyan paprika stratégia készül, amelynek előkészületeiben ott vannak ezek a paprika konferenciák, amikor a termelők, termesztők találkoznak azokkal, akik aztán meg kell, hogy fogalmazzák közös álláspontot, és továbbítani. Nem csak egy ilyen találkozó van az országban, sok-sok paprika fesztivál van. Most ezeknek a hozadéka kell, hogy megjelenjen a Földművelési Minisztériumban. Kértem tőlük is tájékoztató anyagot, fölkészültem, és valóban várakozás van bennem, hogy a szentesi paprikához méltó szintre kerüljön az ágazat. Az ottani helyi erőfeszítés és képviselőtársam Farka Sándor és a munkatársainak az erőfeszítése az jól példázza azt, hogy az a régi mondást, hogy ember nélkül semmi nem lehetséges, de intézmény nélkül semmi nem tartós. Tehát egy olyan rendszer kell, amelyikben aztán meg kell találni megfelelő ember, amelyik és embereket, akik aztán szervezik, dolgoznak, és kezdve a kézi munkától egészen az eladásig. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszöntöm Csányi József urat, aki Kiskunfélegyháza polgármestere. Gondolom, hogy egy ilyen nagyszabású rendezvénynek helyet adni jó érzéssel tölti el önöket. Hogy gondolja ezt? Így van mindenképpen. Tavaly októberben kapott az önkormányzat egy megkeresést, melyben felajánlották, hogy 4. alkalommal Kiskunfélegyháza adhatna otthont a Magyar Paprika Napjának. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy városunkra esett a választás, és a mellékelt rendezvény is mutatja már, hogy több mint 300-an regisztráltak a magyar paprika termelők közül, hogy a mai napon itt részt vegyenek, és a rendezvény színvonalának emelésére külön tisztelettel köszönthettük Lezsák Sándor urat, a Magyar Országgyűlés alelnökét, aki a régiónknak az országgyűlési képviselője, és nagy megtiszteltetés számára is, hogy a legnagyobb tanyás térségnek az országgyűlési képviselőjeként köszönthette az itt lévő vendégeket. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Üdvözlöm dr. Pénzes Béla egyetemi tanárt, aki előadást tartott a paprika termesztés változásának hatása a paprika károsítóira és védekezés módszereire címmel. Megosztaná előadásának lényegét nézőinkkel is? Az elmúlt 30 évben jelentősen változott a hazai paprika termesztés. Részben nagyon jelentős módszertani változások történtek a hajtatott paprika, növényházi paprika termesztésében. A 60-as évek végétől, 70-es évek elejétől meglehetősen nagy felületen épültek növényházak. És amikor a kertész növényházat épít azért, hogy a növény számára kedvező feltételeket teremtsen, nem szabad megfeledkezni arról, hogy
a feltételek változása a károsító szervezetekre is kihat. Olyan kártevők jelentek meg ezekben a növényházakban, amelyek korábban a hazai kártevő faunának nem voltak tagjai. Trópusi, mediterrán területek kártevői kerültek be a növényházainkba, és ezek napjainkig folyamatosan kíséri a termesztésnek. Szabadföldön a paprika termesztés részben visszaszorult, a meglévő felületeinken viszont a klímaváltozás bekövetkezése okozta a kártevő együttes változását. A korábban is honos, melegkedvelő kártevők elszaporodtak, és emellett súlyos károkat okoztak. Sőt, az utóbbi 10-15 évben a mediterrán régióból olyan kártevők jelentek meg, amelyek korábban ismeretlenek voltak Magyarországon. Csak egy példát mondok erre. Például a gyapottok bagolylepke, amelyik a nyár derekán óriási tömegekben települ, migrációval érkezik többnyire az ország területére, és paprikaállományokat, paradicsomállományokat nagyon súlyosan veszélyezteti, védekezés hiányában akár 50%-os kártételt okozhat. A növényvédelmi szakmának ezekre a változásokra fel kell készülnie, a növényállományban végzett megfigyelésekkel, növényvédelmi előrejelzésekkel lehet megakadályozni a kártétel kialakulását, és egyúttal tulajdonképpen kártevő, károsító, mentes növényállományokat létrehozni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Dr. Balázs Gábor egyetemi adjunktus előadást tartott az oltott palánták sikeres használata, különös tekintettel az étkezési paprikára címmel. Kérem, röviden foglalja össze előadását az Agrárpercek nézőinek. Üdvözlöm az Agrárpercek nézőit. Az oltás napjainkban egy igen fontos technikai szaporítás, technológiai szaporítás lett a termesztők számára. Utóbbi években egyre többen alkalmazzák, egyre több vezető kertész használja az oltott palántáknak a sikeres alkalmazását. Elsősorban ez görögdíny esetében nagy felületen már helyet kapott a termesztésben, Szabadföldön közel 60%-át már ortják a görögdínyének. Hajtatásban az étkezési paprikának 5% alatt van, körülbelül 1-2% az oltott felületnek a nagysága, paradicsom esetében pedig körülbelül 60%-ra, illetve 70%-ra tehető a hosszú kultúrás paradicsom hajtatásnak a felületi aránya. Uborkánál ez az arány, az oltásnak a felületi aránya körülbelül 10%-ra tehető. Magyarországon még egy zöldségfajt oltunk, ez pedig nem más, mint a tojásgyümölcs. A tojásgyümölcsnek pedig körülbelül 1-2%-a az oltott felületnek a nagysága. Magyarországon már régebb óta alkalmazzák, ugye, ahogy említettem, ezt a technológiát, ez elsősorban a görögdínyénél kapott helyet, és utána pedig a többi zöldségfélénél is szerepet kapott maga ez a technológiai nemesítés, vagy technikai nemesítés. Az étkezési paprikával kapcsolatban mi is a Budapesti Corvinus Egyetemen, Budapesti Corvinus Egyetem tangazdaságában beállítottunk egy kísérletet, mert mi magunk is követni akartuk a oltásnak a úgymond jelentőségét a szakmában, és ebből kifolyólag kísérletet állítottunk be 2015-ben tangazdaságunkba, ahol két paprika fajtatípussal, illetve két alannyal próbálkoztunk. Ezeket oltottuk egymásra, két közegen néztük meg ezeknek az összehasonlítását. Az egyik az egy talajos termesztés volt, a másik az pedig egy kókuszpaplanon történő termesztést jelentett. Érdeklődve várjuk mi is ennek a kísérletnek az eredményeit, mert azt tapasztaltuk, hogy a paprika esetében az oltás nem tud olyan nagymértékű, kimondottan hangsúlyozom, hogy paprika esetében olyan nagymértékű vegetatív növekedést produkálni, mint például görögdínye esetében. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ha szemben megnézi a termesztő az állományt, akkor az oltott állomány az nem lesz erősebb, nem lesz intenzívebb növekedésű, szemben mondjuk egy oltott görögdínye állománynál, ahol mind a saját gyökerű, mind pedig az oltott állomány egymástól elválik, hiszen sokkal erősebb, sokkal nagyobb produktumot tud mutatni a növény számára az oltás. Rengeteg előnnyel, illetve rengeteg hátránnyal jár maga az oltásnak a folyamata. Előnyként lehet megemlíteni azt, hogy oltott növények monokultúrában is sikerrel termeszthetőek az év folyamán. További nagy előnye, hogy magasabb termés átlagot produkálhat az a termesztési időszakban, a tenyész időszakban ez a oltott állomány. Illetve másik nagy előnye, hogy a beltartalmi értékek is javulhatnak. Illetve további nagy előnye még az oltásnak az, hogy monokultúrában is, ahogy említettem, sikerrel termeszthető, tehát talajból fertőző kár, illetve kórokozókkal szemben az oltott növények sokkal nagyobb ellenállóságot mutatnak, mint a saját gyökerű
változatok. Hátránként említhető meg az, hogy ugye költségesebb eljárásról kell beszélnünk oltott növények termesztésénél, hiszen itt már eleve, mivel oltott növényről van szó, két vetőmagot kell elvetni, egyrészt egy nemest, másrészt pedig egy alanymagot, valamint ugye itt különböző kiegészítő eszközök is a rendelkezésünkre kell, hogy álljanak, többek között vagy a görögdinnyénél is használt oltócsipesz, vagy pedig paprikánál az úgynevezett szilikon hüvely, ami ugye mindenképpen a rendelkezésünkre kell, hogy álljon a megfelelő oltás elvégzéséhez. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Köszöntöm Gubacsi Zoltán elnök urat a Fruitweb zöldségtermesztési főbizottságától. Ön az előadásában a 2015 és 2020 évi támogatási rendszer várható hatásait elemezte a zöldségtermesztésben. Megosztaná ezt nézőinkkel is? Köszöntöm a kedves nézőket. Igen, az előadásban a elmúlt 20 percben kiveséztük azt, hogy mire számítanak a kertészeti termelők, és az, hogy milyen nagy várakozás előzi meg az elkövetkezendő 5 év támogatási lehetőségeit. Ugye 2012-ben volt utoljára pályázati lehetőség kertészeti termelőknek építési beruházásokra, tehát növényház, hűtőház, ültetvény telepítés megvalósítására, és ugye az elmúlt pár hónapban volt ugye egy utolsó kertészeti gépberuházásról 17 milliárd forint támogatási igény érkezett be. Ugye nagyon gyorsan elfogyott a támogatási összeg is, ugye több esetben 40% támogatás volt igényelhető a gép megvásárlására. Ez elég nagy motiváló erő volt, és látjuk, hogy mekkora potenciál van a kertészeti ágazatban, akár gépvásárlásra is. Ugye 17 milliárdnak a többszöröse lett volna az igény, de hát mivel nem volt elég forrás, ezért ez nem lehetett kielégíteni, akár több 10 milliárd forint igény is beérkezhetett volna 2-3 nap alatt, de hát ugye mivel nem volt elég forrás, ezért le kellett zárni. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő időszakban olyan pályázati lehetőségek nyílnak meg, ami könnyen felhasználható, hasonló, könnyen akár gépberuházásoknál is. Azt azonban tudni kell, hogy 50% lesz a támogatási intenzitás egységesen, ami úgy gondolom, hogy elég nagy motiváló erő kertészeti géptámogatásoknál, és hogyha azt nézzük, akkor nem 17 milliárd forintra kell tervezni, hanem akár 40-50 milliárd forintra is, hogyha ilyen pályázati lehetőséget megkívánnak nyitni. Mi úgy tudjuk az előzetes program szerint, ugye a vidékfejlesztési program szerint is, hogy ilyen jellegű pályázati lehetőség lesz. Másik kiemelt ugye paprika termelők számára a növényház korszerűsítése, új növényház építés és hűtőház építés. Új növényház építésén belül ugye a régi növényházakat is szeretnék ugye a termelők felújítani, ugye az előző 7 éves időszakban is volt ilyen lehetőség. Öntözés, klímakomputer, fűtés, párásításnak a már meglévőnek a cseréje, vagy egy még nem lévő technológiának a beépítése, ugye ami akár mondjuk, hogy energiaernyőt építünk, de a kertészek nagyon jól tudják, mennyi energiát lehet vele ezzel télen megspórolni a fűtési időszakban. Az ilyen kisebb programoknak is nagyon jelentősége, de a legmodernebb üvegházakra, tehát aminek a költségvetése akár 300 millió forint hektáronként, erre is nagyon nagy az igény. Úgy látjuk, hogy a kertészek szeretnének fejleszteni, ehhez már csak az szükséges, hogy hozzá legyen rakva az a megfelelő forrás, ami kielégíti ezt az igényt, és ezek a beruházások meg tudnak valósulni. Ugye nekünk az a fontos a 2020-ra, hogyha ott megszűnnek a támogatások, akkor addigra versenyképes legyen, a saját lábán is megálljon a hajtatási ágazat. 2013-ban elkészült a zöldség-gyümölcs kertészési stratégia, ahol durván egy 180 milliárd forint támogatási összeggel lett betervezve. Ez a 2015-2020-as időszak. Végében ez a fejlesztési igény, támogatási összeg fedezné azt, hogy a meglévő létesítmények, illetve új létesítmények építésével kertészeti ágazat 2020 utánra versenyképes legyen, és már pályázati támogatások nélkül is hosszabb távon működőképes legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Bemutatom Ledó Ferenc elnök urat a Fruitwebtől. Megkérdezném, hogy a Magyar Paprika Napja szakmai rendezvény folytatódik-e majd a továbbiakban? Köszöntöm az Agrárpercek nézőit. Természetesen tervezzük, hogy jövőre is lesz Magyar Paprika Napja.
Eddig 4 alkalommal volt, 3-szor Szentesen, most Félegyházán, és jövőre pedig Kecskemét környékén, Kecskemét székhelyre tervezzük, és akkor elsősorban a szabadföldi paprika termesztést szeretnénk bemutatni az érdeklődőknek. Már most is mondom előre, hogy mindenkit szeretettel várunk erre a napra. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Kérem, mutatkozzon be nézőinknek. Köszöntök mindenkit, Kovács Csonka Szilvia vagyok, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelési Központ igazgató helyettese. Úgy hallottuk, hogy a jövő héten itt ismét egy nagyszabású rendezvény lesz Kiskunfélegyházán. Beavatná nézőinket egy röviden? Igen, egy fantasztikusan, nagyon-nagyon jó programra készülünk, a 17. Kiskunfélegyházi Liba Fesztiválra, amelynek időpontja szeptember 4-e és szeptember 5-e. A helyszíne pedig Kiskunfélegyháza város központja tulajdonképpen. Érinti a Kossuth utcát, a főutcánkat, a Kazinci utcát, illetve a környező tereket. És hát nagyon-nagyon hosszú múltra néz vissza ez a rendezvény, és nagyon örülünk neki, hogy most már nagyon sok programnak adunk helyszínt. Szeptember 4-én 16 óra 45 perckor kezdődik maga a fesztivál megnyitó, ahol Lezsák Sándor elnök úr és Csányi József Kiskunfélegyháza város polgármestere mond megnyitó beszédet, illetve dr. Horváth Sándor az Integrál Áfész vezérigazgatója. Nagyon örülünk, mert Halász Judit fog következni ezután 17 órától, aki kicsiknek és nagyoknak ad koncertet, illetve ezen az estén, tehát pénteken, szeptember 4-én a estén a fő koncertünket a Magna Cum Laude fogja biztosítani, illetve a szórakozást. Szeptember 5-én pedig egy főzőversenynek adunk helyszínt, ez a Ki mit tud sütni főzni a Libából főzőverseny. És szeptember 5-én pedig a Budapest Bár koncerttel zárunk, de nagyon sok rendezvénnyel válunk mindenkit. Nagyon sok látogatót és sok sikert kívánunk. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.